olvasmányt a példabeszédek könyvéből. Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne távíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább. Kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábadat. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy felelősek vagyunk mindazért, ami a mindennapokban, ebben a hazában, ebben a városban, az egyházközségben, a családjainkban történik. Valamennyien felelősek vagyunk érte. Senki ne gondolja, már megöregedett, már nincsen problémája a gyerekekkel, hanem érezze, tudja és higgye, hogy Isten rá is számít. A gyerekeink jól tudják használni a modern gépeket, de nagyon sok nem tud imádkozni. A gyerekeink különböző versenyeket nyernek, de nagyon sok nem tud szépen mosolyogni. A gyerekeink sok mindent nagyon jól tudnak, sokkal jobban, mint mi, de kritikusak. Elegük van a sok kritikából, meg a sok szövegből. A példa kell. A béke, a nyugalom, a szeretet, a türelem, a megbocsátás, az odafigyelés a családokban. Erre van nagyon nagy szükség, mert ennek a világ hiánya van. Szent István király ünnepén jó, ha ünneplünk, hálát adunk, de kedves testvérem, egy kis lelkiismeret vizsgálatra is szükségünk van. Nálam helyén vannak a dolgok. Törekszem, hogy helyre kerüljenek a dolgok. Megértem-e, hogy Isten szándéka az, hogy alkalmas eszköz legyünk valamennyien Isten kezében. Szent István királyunk pogánynak született, és Isten kegyelme tette őt naggyá, és azzá, amivé lett, mi is pogánynak születtünk, és Isten kegyelme tehet bennünket azzá, amivé ő szeretne bennünket formálni, és amilyennek látni akar. 43 évet azért mégiscsak visszapörgetek. Új állomás helyre érkeztem, és az iskola padban feltűnően élénk szempár szegeződött rám.
tekintete ragyogott, fénylő volt, nyitott, őszinte, becsületes, tiszta, ártatlan. Alig vártam az alkalmat, hogy ezzel a leendő tanítványommal személyesen is találkozzak. És ez a tekintet, ez későbbi találkozásunk folytán is fényét őrizte, becsületét talán még jobban fokozta, és aztán ebből az ifjúból pap lett. És azután meglepő volt az is, hogy mindketten abban a faluba kezdtük, annál a leértékelt bencés tanárnál kaptuk az első atyai útmutatást a lelkipásztorkodásra vonatkozólag. Aztán úgy néha-néha találkoztunk, és most ennek a még most is ifjúnak adom át, és nyugodtan a kulcsokat, anyagiakat a lelkipásztorkodásra. Nézzenek a tekintetébe, és csak annyit kérek, hogy becsüljék meg. Én pedig elköszönök azzal, hogy nem búcsúzkodunk, hanem csak köszönünk, hogy bocsánatot kérek azoktól, akiket netán megbántottam, megsértettem a legjobb akaratom mellett is. Sokszor, többször feladtam, hogy én most már a nyájat hagyom. Menjenek a maguk útján, ha nem fogadnak szót. De nem tudtam megtenni. Most azonban már megteszem. És csak az tartott meg az én egyéniségembe, amit magamba hordozok. Mert az Úristentől ezt az egyéniséget kaptam, én csak csiszolgathattam rajta, hogy amikor egy valaki hátat fordított, ketten egy lépéssel jöttek közelebb hozzá. És ebbe azt láttam, hogy mégiscsak érdemes kitartanom, ha nem mindig sikerül csomagolópapírt rögtönöznöm a kirobbanásomhoz, elnézést kérek mindenkitől, én megbocsátok, mert én is kaptam ám tő is, nem csak én adtam, de így gondolom a templom előtt majd a kézfogásba még beleszorítjuk ezt a bocsánatot is, meg a bocsánatkérést is.